Milyen volt a szombathelyi villamos? 1897. június 4-én indult el a villamos közlekedés Szombathelyen, a budapesti és pozsonyi után harmadikként az országban. Az építtető és üzemeltető a Vasvár megyei Elektromos Művek RT volt, az áramellátást az ikervári vízi erőmű biztosította. A villamos közlekedés három motorkocsival indult, melyeket a berendezésükkel együtt svájci vállalat épített. A kocsik eredetileg nyitott peronúak voltak, csak később kaptak zárt szélvédőt, a vezetőt nem védte semmi a kereszthúzat ellen. A peronnak a feljáró mögött volt még egy-egy oldalablaka, a kocsi utastere csak a középső, öt ablakos részen helyezkedett el, kétoldali hosszülésekkel. Egy villamos a kezdetekben 18 ülő és 18 álló utast fogadhatott be a személyzeten kívül. A kocsikat a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében erős jelzőhanggal szerelték fel, valamint ködben és éjszaka ki kellett világítani őket. A járművekre és a megállóhelyekre is a VEMR cégjelzés került. 1906 nyarán Magyarországon egyedülálló szolgáltatást vezettek be, postaládákat helyeztek el a villamos jobb oldali homlokfalán. 1900-ban két nyitott, 39 fős befogadó képességű pótkocsit gyártott egy újpesti cég, melyek 1901-ben kezdtek el közlekedni Szombathelyen. Valószínűleg még ugyanebben az évben át is építették őket zárt szekrényű motorkocsikká. Az 1910-es évek második felében reklámokat festettek valamennyi villamosra. Míg a kezdetekben zöld színűre festették a szombathelyi villamosokat, a 20-as években már piros kocsik közlekedtek Szombathely utcáin. A Schmidt Múzeumban található Csébi Pogány Aladár főteret ábrázoló gyönyörű festményén is megcsodálhatjuk a piros villamost. Az 1930-as évektől kezdve jártak fehér ablaksoros és sárga oldalszínű villamosok a városban. 1923-ban és 24-ben a járművekbe új vontató motorokat építettek be, és az áramszedőket is modernizálták. 1929-től a járműpark és a pálya előregedése miatt többször felmerült a trolibusz üzemre való áttérés ötlete, azonban végül a pálya felújítása mellett döntöttek 1941-ben. Szombathely tömegközlekedése szempontjából nagy jelentőségű volt, hogy 1951 végén újabb 5 villamost állítottak forgalomba. A nagyobb, 47 fő befogadó képességű felújított kocsikat korábban Budapesten használták. Az utasteret a perontól tolóajtóval választották el, az utastérben falécezésű üléseket helyeztek el. Ilyen típusú kocsi látható a Schmidt Múzeum udvarán is. A járműpark pár évvel későbbi további bővülése lehetővé tette, hogy csúcsidőben rásegítő járatokat indítsanak. Ennek ellenére az igényeket nem mindig tudták maradéktalanul kielégíteni, több korabeli forrás szerint gyakran előfordult, hogy az utasok a lépcsőn lógtak vagy a korláton kapaszkodtak. Egyre inkább halaszthatatlanná vált nagyobb befogadó képességű járművek beszerzése. A 60-as években több korszerű ikervillamossal gazdagodott a szombathelyi tömegközlekedés, melyeken már közel 100 utas elfért. A villamos népszerűségét mutatja, hogy csúcsforgalom idején egy villamos, ikerkocsi és szóló motorkocsi is közlekedett egymás után. Az 1968. évi közlekedéspolitikai koncepció kimondta, hogy a vidéki városokban az egyvágányú villamos-vasúti vonalakat meg kell szüntetni, és a gépjármű közlekedést kell erősíteni. Nagyon olcsó volt ugyanis a szovjet kőolaj. A villamos közlekedés Szombathelyen 1974. augusztus 20-án szűnt meg, a fő indokok között szerepelt, hogy a villamos akadályozza a forgalmat, nincs irányjelzője, és nem a menetiránynak megfelelő oldalon közlekedett. A villamoskocsik nagy része a Mélytelepen végezte, egyet a Szentendrei Közlekedési Múzeumba szállítottak, egy másik a Gráci Tramvaj Múzeumba került. A villamos emlékét ma is őrzi az egyes számú villamoskocsi, mely 1997 és 2007 között a főpálya udvar előtt volt kiállítva, azonban a rongálók miatt átkerült a Schmidt Múzeum kertjébe. A felújított emlékvillamost nap mint nap előszeretettel csodálják kicsik és nagyok. A következő videóban megismerkedhetsz az utolsó szombathelyi villamos vezetőnővel. Tarts velünk legközelebb is!